Köszöntök mindenkit egy újabb League of Legends videóban, és ebben a videóban egy megnézzük az legújabb karaktert a bétán, méghozzá Lucient. Lucien a Gun Templar. Na, szóval most elindítottam egy gyors custom játékot egy botta, és beszéljünk egy kicsit Lucienről, az új karakterről. Tehát Lucien egy AD carry lesz ebben a játékban, aki ugye kezdjük az egy range, tehát 550 range, és a képesség is mind AD-ból vannak. De kezdjük a képességvel, passzívja. Minden egyes spell után a következő basic attack-ja 6 másodpercen belül duplát fog lőni. Ez azt jelenti, hogy a második lövés 41-et a lő az enemy championokba és a töretekbe és inhibitorokba, Rexusba, de a minőnk meg a dzsungel cuccok ugyannyi damage-et kapnak, tehát a második kevesebbet damage-et, pontosan a felét, 82 AD-n van, 41-et fog damage-elni a második. Q, W, E és ulti, ugye? Ezeket gyorsan elmondom, aztán majd kiderül pontosan, hogy hogyan néz ki. Tehát a Q az, hogy rányomom egy valamire, mondjuk egy minionra, és akkor van egy ilyen piercing light, ahogy írja, és az átmegy rajta keresztül sokáig, és 75%-ot megy a minionokba, és damage-el. A W az belelövő valamibe, és a felelt robbantani, úgy mint egy anéfia kút, és hogyha megöl, és rátesz egy ilyen márkot, és hogyha fel tudom robbantani ezt a márkot, úgy, hogy rálövök, vagy nem, a márkot úgy tudom aktiválni, hogyha rálövök, és akkor a márk rálövésekor bónusz movement speed kapok. Az E pedig olyan, mint grapeseje, tehát leszed minden slow effektet, és elő, és így tesselek egyet így oldalra. És azért ez harasszása a Q-ja nagyon jól használható, nézzétek, ott van Ryze, és így tudom használni, ez a Q-ja. És aztán most tegyük ki az E-t. Tessék. És megint kettőt lőne, hogyha nem zélném el, de most megpróbálj kihasználni azt. Hármas szinten megpróbáljuk megölni. Ez nem jött össze. És rajtunk van a passzív is, ugye. Na, szóval hármas szinten, ami most van. Na, próbálkozzunk azzal, hogy nice flash, lehetne mondani. Szóval elég jól kell teszed, tehát a Q-ja így átmegy az embereken. A W-vel, hogyha meglövök valakit, akkor movement speedet kapok, és a sebzi, és az E pedig ez az ugrás. Na, de a W az itt AP-ból is kap, tehát magic és magic damage versenyezem, AD-t és AP-ból is. Az ulti, mert az nagyon érdekes, 3 másodpercig egy megadott irányba lövök folyamatosan, és 40 plusz 10 physical damage-et kapok, amit az első bemegy, és ez az attack speed-del scale-elődik, meg az AP-val, összesen 13-at lő, ez 658 physical damage. És az E-t tudom használni, miközben ultizom. Ha még egyszer megnyom, akkor kikapcsolódik. Így a miniont is megöltem. Azzal, hogy őt harasszoltam. Tehát ez nagyon erős, de figyeltek, hogyha valaki fut, akkor nem mindig sikerül eltárni vele, hiába tolom egyenesen rá. Látjátok? Most nem sikerült eltalálnom velem, mert ő sétált éppen, tehát így szembe lehet jól eltárni.
És a buildeknél általában úgy nézem, hogy a Blade of the Rain King jó lesz neki. És nem tudtam rátenni a... Ignite-ot. Na nem baj. Szóval... Blade of the Rain King lesz neki, illetve jó kis kritát lehet majd építeni. És hogyha veszünk Phantom Dancert, amit itt nem ír föl, de biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon jó item neki. A Phantom Dancerrel többet fogunk tudni lőni, mert ez ugye sokat XP-et is ad. Ez meg ugye most a beta-n vagyok, a Public Beta Environment-en, PBN. Azért tudom használni ezt a karaktert. Ha ezt nem mondtam volna eddig. És most vissza is megyünk, azt hiszem, hogy kétszer kitoltuk a lényből ezt a gyereket, és a másik az ultiát kell élőben beutaknom. Hogyha elérem a 6-os szintet, akkor... Akkor visszamegyek, igen. És... Veszek mondjuk egy bildrükeliteket ezt. Egyébként nagyon sok újítás van a PBM, például, hogyha megveszek egy itemet, akkor az Andóval, amíg nem lépek ki a stabból, vissza tudom adni a teljes összegért. Vagy a Vampiric Scepter megváltoztatták az ikonját, meg a... Deathfire Grasp-nak, meg... meg még talán egy-két itemnek emlékeim szerint. És különböző itemeket átvariáltak meg, stb. De a Guardian Ninja többe kerül. Szóval csináltak egy-két dolgot, de nem ez a legfőbb célja ennek a videó. Persze azokról is végtelen mennyiségű videót lehetne készíteni. De most el akarom fénykatni ezt a rájt. Szóval 760 fizikál damage, 40 plusz 18-et lövésként és 13 lövést tudok tolni. 400% damage van minionokban. És ugye eltartottam közbe. Na. Tehát megölte azokat a minionokat a Ryzy. És akkor... Au! És ez az ulti. Szóval az a jó Lucienbe, hogy ő egy ilyen chaser karakter, ami azt jelenti, hogy nagyon jól lehet üldözni vele. Mert ha az E-vel így utánok tud ugrálni, a Q-ja messzi távolságban is nagyon jól lehet parasszolni is vele az embereket. Illetve ugye ott van az ulti, és ott van a dupla V, amikor movement speed-et kapsz, hogy megöltöz, mennyire jó már üldözöd, és akkor egyszerűen movement speed-et kapsz. Egyszer csak. Tehát, hogy így üldözöd, meg az movement speed. Tehát nagyon erős ez a... szerintem nagyon erős Lucien. És egy nagyon jó kis karakter lesz. Remélem nem nerfelik le jobban. Vagy nem nerfelik le. Így is például dupla véna range-et le nerfelték meg egy-két dolgot. Így csináltam. És Luciennek van egy skinje és a Hired Gun Lucien. Amit miután megöltem a Rise-ot be is mutatok. Na, meg is van, akkor megmutatom a skin-t. Így néz ki a töltőképen a Hired Gun Luciennek a képe, és így néz ki játékban. Maga a skin. Szerintem elég jól néz ki ez is. Mint a többi. Na, de tulajdonképpen ennyi is lett volna ez a videó bemutatni Lucient, a Gun Templárt. Nem akarok nagyon belemenni a különleges jókjaiba, tauntjaiba, táncába, nevetésébe. Szóval ennyi lett volna erre a videóra. Köszöntöm a figyelmet, és találkozom következő alkalommal.